Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Wohltätige Einstimmung auf die Adventszeit. Eine neue Initiative der Surgetiner Deutschen Selbstverwaltung. Aus Bayern nach Salkau. Es freut Sie, die ungarn-deutschen Veranstaltungen unterstützen zu können. Pianist Gábor Fuchs, bekannt als Solopianist, Kammermusiker und auch als Lehrer. Zeichenwettbewerb. Zeichenwettbewerb in Sexart über die Geschichte der Ansiedlung der Deutschen. Aufgrund der Idee der Surgetiner Deutschen Selbstverwaltung werden sonntags die Einheimischen und Interessenten aus den benachbarten Siedlungen zu einer Einstimmung auf die Adventszeit erwartet. Die Selbstverwaltung der Siedlung, die kroatische Selbstverwaltung von Surgetin, der Freizeit- und Kulturverein, der Tourismus- und Winzerverein, Intermelodie und der Rentnerverein sowie der Elternbeirat des Kindergartens und der Schule unterstützen die Initiative. Dank der Selbstverwaltungen und Zivilorganisationen dienen alle vier Veranstaltungen wohltätigen Zwecken. Am ersten Adventssonntag haben Janusz Hock und die Fecke der Musikanten ein Konzert gegeben. Die Einnahme wurde von der Surgetiner Deutschen Selbstverwaltung zugunsten des örtlichen Nationalitätenkindergartens angeboten. Szakadó esőben, sátor alatt rendezték meg Szederkényben az adventi nyitott pincék programsorozat első eseményét, Karl Ádám pincéjénél. A 749 éves településen több nemzetiség, magyar, német, horvát és roma él együtt. A helyi német önkormányzat kezdeményezésére advent valamennyi vasárnapján jótékony célú zenés hangolódással készülnek karácsonyra. Szerettünk volna már évekkel ezelőtt valami adventi programot kitalálni, és tavaly jött igazából az ötlet, de akkor már rövid volt az idő, hogy megvalósítsuk, és így most idén egy kicsit időben korábban nekifutottunk, és szerettük volna összehozni. Nagyon örülök, hogy ilyen embereket találtam, akik bevállalták ezt, mert ez egy gyakorlatilag egy családnak a pincéje, és ugye négy hétvégén hát négy család vállalta be, hogy egy-egy pincét kinyit, és egy ilyen nagyon örülöm, hogy látjátok, földíszítették, és segítettek, szerveztünk minden. Az időjárás sajnos nincs velünk, de reméljük, hogy azért sokan eljönnek. Advent első vasárnapján Hock János és a Fekeder muzikánten adott koncertet. Fekedről érkeztünk, ez egy másfél évvel ezelőtt alakult zenekar. Elsősorban sváb-német zenét szoktunk zenélni. Másfél év alatt kiderült, hogy a fekediekkel, illetve a Fekedről elszármazottakat egy kicsit ki kellene bővíteni, tehát bővítettük a zenekart. Azért vagyunk ma itt egyébként, mert a Hock Jani barátunk, a szintén szederkényi, ő lett az egyik harmonikás a zenekarnak, aki megkért bennünket, hogy ebbe az adventi készülődésbe esetleg bekapcsolódnánk, mert egy fél órás kis műsorral készültünk, és ezt szeretnénk előadni ma este. Ez egy frissen alakult zenekar, nagyon nincsenek fellépéseink, mi gyakorlatilag a közösségért járunk össze, és a közös zenélésekért, úgyhogy mi nem nagyon szoktunk még fellépéseket vállalni. Ebben a zenekarban amatőr zenészek vannak nyilván olyan zenészek, akik már régebb óta zenélnek, és ez egy jó közösség, gyakorlatilag mi csak most egy ilyen rendkívüli alkalom, hogy eljöttünk egy kis adventi készülődésre. A bevételt a helyi nemzetiségi óvoda javára ajánlotta fel a szederkényi német önkormányzat. Nagyon örültünk annak, hogy ez a mai első adventi az óvoda javára lesz megrendezve. Jó a kapcsolatunk nemzetiségi óvodaként a német önkormányzattal, úgyhogy tényleg jól működik a kapcsolat, és nagyon bízunk abban, hogy szeptembertől fenntartóként is átvesznek minket majd a nemzetiségi önkormányzathoz. Sajnos már nagyon kevesen hoznak otthonról bármiféle sváb hagyományt, de mi azért igyekszünk abban, hogy ezt megőrizzük, és hogy tovább tudjuk adni a gyerekeknek. Van az óvodának több is, az egyik az a Márton napunk, ami ilyen rendezvény, a május fállításunk szokott ilyen lenni még, és hát van mindig egy hetes projektünk, ami meg kimondottan a nemzetiségi hagyományok ápolásáról szól. Az adventi programon sütivásárt is tartottak, melynek bevételével szintén a helyi nemzetiségi óvodát támogatja a szervező Szederkényi Német Önkormányzat. Thank you.
Rolf und Anna-Marie Betz sind vor 26 Jahren aus Bayern nach Sakau in Komitat Tolnau geraten. Nicht viel später haben sie das einst überwiegend von Schwaben bewohnte Dorf in malerischer Umgebung zum ständigen Wohnsitz gewählt und haben auch die freundlichen, hilfsbereiten Einwohner liebgewonnen. Sie sind der Meinung, dass es selbstverständlich ist, die örtlichen ungarndeutschen Einrichtungen, den deutschen Chor und sonstige Veranstaltungen der Siedlung zu unterstützen. Rolf und Anna-Marie Betz kommen aus Bayern, aus Possenhofen. Wie sie mit einem Lächeln sagen, von dort, wo die Lieblingskönigin der Ungarn Sisi geboren ist. Die Geschichte, wie sie nach Sakau gekommen sind, hat mit einer Jagd und einer Freundschaft kurz nach der Wende begonnen. Der hat mich dann mal eingeladen zur Jagd nach Ungarn. Und ich bin dann auch hingefahren, war sehr schön und wir haben uns dann kennengelernt und dann bin ich öfters runtergefahren. Und eines Tages kommt der Bonimissa zu mir und sagt, du, ich habe einen, der möchte unbedingt mit Deutschen ins Geschäft kommen. Jetzt kommt das Bayerische bei mir und hat mir gesagt, der kann mir doch einen Buckel runterrutschen, ich habe genügend Arbeit. Der war aber hartnäckig, der war sehr hartnäckig. Zum Schluss kam es zu einer Geschäftsbeziehung und 1997 haben sie in Sexside eine Firma gegründet. Eine Feinmechanikfirma, die bis heute mehr als 100 Angestellte hat. Wir haben dann damals gesagt, wir bauen uns hier ein Sommerhäuschen, weil wir dann doch immer mit der Firma hin und her und auf und nieder. Und dann haben wir das Häuschen hier gebaut. Das war ein Problem. Ich glaube, das glaube ich nicht benennen, dass die Hand, das Deutsche, das, dieses Deutsche, die bauen hier das Laissez-faire von den Italienern oder was weiß ich, die bauen das halt. Und wir sind ja Pfennigfuchs und wir schauen da was und da was und überall. Es war eine Katastrophe hoch 10. Ja, es steht noch das Haus, wir sind auch noch da. Wissen Sie, wir haben schon auf der Volkshochschule Ungarisch Kurse gemacht, die natürlich innerhalb einer relativ kurzen Zeit sehr kompakt sind. Und für uns Deutsche ist Ungarisch, das ist nicht böse zu verstehen, eine unlogische Sprache. Wir können uns schon unterhalten, ich kann auch einen Witz erzählen und so weiter, aber wenn es halt juristisch wird oder so, dann ist es schwierig. Das Zweite kommt dazu, in der Firma habe ich zwei Damen, die perfekt Deutsch sprechen. Jetzt kommt natürlich wieder die bayerische Faulheit. Warum soll ich was machen, wenn die anderen für mich machen? Ne? Als Rentner wohnen sie ständig in Sakau. Ihre zwei Söhne, Schwiegertöchter und Enkelkinder leben in Bayern. Rolf und Anna-Marie Betz sind der Meinung, wenn sie schon in Sakau leben, ist es selbstverständlich, dass sie die örtlichen ungarndeutschen Veranstaltungen und den Kindergarten mit verschiedenen Spenden unterstützen. Also wir haben einen Weinberg, ich baue Blaufränkischen an, ich habe die Herstellungsgenehmigung, ich habe schon Goldmedaillen gekriegt für meinen Wein. Und da spendieren wir natürlich auch immer was. Jetzt, wenn die 30-jährige Jubiläum war, da haben wir natürlich den ganzen Rotwein spendiert, weil wir sehr viel Rotwein haben. Und da war er natürlich sehr, sehr froh, weil sie nichts dazu kaufen müssen. Und da bleibt der Etat natürlich etwas stärker erhalten. Und das tut dem deutschen Club natürlich gut. Und dazu sind die Deutschen auch da, haben wir gesagt. Und das freut uns natürlich sehr. Und wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, also dass der Bürgermeister, der Palfi, sagt, ja, er bräuchte was für irgendwelche Feierlichkeiten, dann bekommen sie natürlich immer, auch wir haben auch Schnaps, wir verkaufen es nicht, aber wir verschenken es. Und dadurch kommt natürlich viel Freude im Dorf auf. Wenn ich das Böse sagen darf, dass in Europa eine allgemeine Verwahrlosung stattfindet. Traditionen werden nicht mehr so hoch gehalten wie früher. Hier sieht man deutlich, die Teilnahme bei dem Deutschen, die sind schon etwas veraltet. Die Jungen, das bei den Jungen merkt man, das ist ein Pflichtfach. Die kommen nicht so sehr von sich. Also die Minderheiten, ich glaube, dass das vergehen nicht ganz, aber irgendwann ist es Geschichte. Das ist aber nicht bloß für die Deutschen, das ist für die anderen genauso. Die Jugend will was anderes, die haben diese Interessen, die haben diese Interessen.
Und das Alte kommt vielleicht erst wieder, wenn sie selbst älter werden. Vereine, die mehr Motivation geben, Reise nach Deutschland und Freundschaften können dabei auch helfen. Die Familie Betz hat viele Freunde in Salkau. Sie fühlen sich hier zu Hause. Der Pianist Gabor Fuchs ist im Bergsaß geboren und in der Sowjetunion aufgewachsen. Sein Diplom mit Auszeichnung erwarb er an dem Moskauer Musikkonservatorium, wo er beim Liszt-Schüler Jakob Milstein studierte. Als Pianist erwarb er sich Ruhm in den Vereinigten Staaten und Europa. Von Kalifornien bis nach Deutschland trat er in allen Teilen der Welt auf, lebte 40 Jahre lang in New York. 2017 zog er nach Fünfkirchen um. Regelmäßig übt er und gibt Konzerte im Lenau-Haus. Auf seinen Auftritten stellt er zwischen den einzelnen Musikstücken die Komponisten in drei Sprachen vor: Deutsch, Ungarisch und Englisch. Liszt, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann dallamai mind-mind az ujjaiban, a fejében vannak. A Beregszászon született és a Szovjetunióban felnőtt zongoraművész Fuchs Gábor koncertjein tehetségével és személyiségével rendre elvarázsolja a hallgatóságot. Az Egyesült Államokban és Európában szerzett magának hírnevet. A világ minden táján fellépett, Kaliforniától Németországig. Többször vendégeskedett a világhírű New York-i Carnegie Hall-ban. Szóló zongoristaként, kamarazenészként és tanárként is ismert. A sors sok helyre dobott. Kárpátalján születtem, magyar anyanyelvű családban. 14 éves koromig csak magyarul beszéltem. Aztán át kellett menni az orosz iskolába, felvettek a gimnáziumban, Lvovban, most Lviv, ott tanultam 3 évet kitűnő iskolában, és aztán volt szerencsém Moszkva, a híres moszkvai konzervatóriumba bejutni. Onnan ott voltam 6 évet, később 1 évet Észak-Kaukázusban, elvittek katonának, kötelő Stalingrád mellett, elég szörnyű volt, és aztán kimentem Amerikába, ahol 42 évet éltem. Közben egy évet Münchenben, körülbelül egy évet Zürichben és egy évet San Franciscóban. És most körülbelül 3 évig itt vagyok. A feleségem a dr. Claudia Wagner, és itt él a fiam, pedig itt van. David, amerikai születésű, és New Yorkban nőtt fel. Nem volt könnyű, mert Beregszászban azért pici város volt, háború után megszervezték a zeniskolát, kicsi volt a zeniskola, és én, hát kulturáltabb családban mindenki a zeniskolába küldte gyerekeit. Én főleg azért jutottam azért, mert Gáti Jóska bácsinak tetszett a piros motorbiciklije. Akkor nem, hogy autó, nem volt motorbicikli se soknak, imádtam a motorbiciklit. Ezért kezdtem, lehet mondani, véletlenül nagybácsim, dr. Berger, nagyszülősi orvos volt, apunak unokatestvér, sokan a prágai német egyetemen tanultak, Károly egyetemen a német szakán tanultak. Német idején. Én magam a Zürichbe, meg voltam hívva 76-ban a Zürich Operaházra. Gábor azt mondta, you must learn German. 4 heted van, 5 heted van. Amerikai énekeseknek be kell tanítani egy olasz operát, ami Il Marito Desperato, a kétségbe esett férj volt, németül. Én vettem a szótárat, kiírtam 1500 szót, és naponta tanulgattam, és a korrepetálás közben, az énekeseknek korrepetálás közben automatikusan a zenén keresztül megtanultam németül, az 4-5-6-7 volt. A zenei kultúra egy európai kultúra. A repülőtér el van nevezve Liszt Ferencről, és itt utcák, Liszt Ferenc többször is volt, Skitovsky meghívására. Úgyhogy hát Oroszországban nem kell mondani, hogy ott milyen fontos a zene. Már a cári időkben hihetetlen fontos volt. Lisztot
kétszer, háromszor volt, kétszer Szentpétervárot és egyszer Moszkvában, és ott látta, hogy mennyire tehetségesek az orosz zeneszerzők. Nagy jelentőséggel bírt mindhárom látogatása. És én is úgymond Liszt-növendékebb vagyok, mert a tanárom, Milstein professzor, aki Lisztről egy ragyogó könyvet írt, két kötetes könyvet írt, ragyogó mű, és Mária Eckhart volt itt a Liszt társaságban. Ő a tiszteletben elnöke volt hosszabb ideig, mondta, mennyire szeretjük Milsteinnál a tanáromat. Fuchs Gábor rendszeresen gyakorol és koncertezik a Pécsi Lénau házban is. Fellépésein az egyes zenei betétek között három nyelven, németül, magyarul és angolul is bemutatja az alkotókat. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt hosszabb betegség után kerekeskocsiba is voltam, de azért New Yorkban folytattam a zongorázást még úgy is. Most pedig nem vagyok teljesen egészséges, de rengeteg helyre hívnak meg, úgyhogy csak egyelőre a helyi koncert meghívásoknak fogok eleget tenni. Itt van most évre három, és Kárpátalján is sok helyre hívnak. Sajnos ott még koncertet nem is adtam a helyen, 14 évet éltem ott is. Fehér Oroszország, Moszkvai Konzervatórium, sok-sok meghívásom van, attól függ a egészség, család és Covid, minden. Die digitale Technik gewinnt eine immer größere Rolle in der Bewahrung der Traditionen. Das kann die Schlussfolgerung des von der SEXA der deutschen Selbstverwaltung ausgeschriebenen Zeichenwettbewerbs sein, auf den zahlreiche Werke eingeschickt wurden, die mit den Errungenschaften der modernen Zeit angefertigt wurden. Die Aufgabe war, dass die Kinder die Geschichte über die Ansiedlung der Deutschen bearbeiten. Die besten Arbeiten wurden in mehreren Kategorien ausgezeichnet. A szexádi német nemzetiségi önkormányzat elkötelezte magát abban az ügyben, hogy a fiatal generációt is bevonja a németség hagyományainak megismertetésébe, tovább örökítésébe. A tapasztalat azt mutatja, mondja Farkas Pálné elnök, hogy a gyerekek egyre inkább eltávolodnak ezektől az értékektől, és a folyamatot meg kell állítani. Segítséget akarunk nyújtani azoknak az iskoláknak, ahol német nemzetiségi oktatás folyik, és a népismeret is, hogy egy rajzpályázatot hirdetünk meg, amely a németek magyarországi betelepüléséről szól, de egy kis történeten keresztül, ami megfogja a gyerekeket is. És találtunk egy olyan novellát, amely pontosan meseszerű formában beszéli el, hogy történt a németek betelepülése Magyarországra. A történet eredetileg magyar nyelven szólt, amit H. Németh István, aki évtizedeken át volt az evangélikus templom lelkésze, írt meg egy valós esemény alapján. A kiírásra 170 pályamű érkezett. A gyerekek nem ismerték a történetet, tehát ezért a német tanároknak kellett bevezetni a történetbe őket, hogy először is német nyelven, magyar nyelven, és aztán német nyelven, hogy a nyelvgyakorlása is megtörténjen. És nagyon köszönöm azoknak a felkészítő nevelőknek, akik ezt a gyerekeknek elmesélték, és a mese alapján illusztrációt készítettek ennek ebből a történetből. Az illusztrációkat a hagyományos módon ceruzával festék el, vagy a kardvíványait felhasználva digitális technikával is el lehetett készíteni. A rajzok alapján azt látom, hogy a gyerekek élvezték ezt, és
különböző technikákkal csinálták meg ezeket a rajzokat, és megfogták azokat a fontos elemeket, ami tulajdonképpen tartalmaz ez a kis novella. Kicsit óckodva fogadtam ezt a felkérést, mert mondom, hát hogy lehet összeegyeztetni a nagyon modern technikát ezzel a régmúlt idők újraidézésével, és aztán a gyerekek nekem bebizonyították, hogy ez egy teljesen, két teljesen kompatibilis dolog, mert tulajdonképpen a kütyük azok csak eszközök, ugyanúgy, mint a festővászon, vagy ugyanúgy, mint a zsírkréta, vagy ugyanúgy, mint a ceruza. Tehát egy gyermeki fantázia bármivel képes egyszerűen csodákat alkotni. Tehát olyan eszméletlen jó dolgok készültek itt, hogy leesett az állam. Egy pillanat alatt szétosztott minden kételjem, úgyhogy így van. Tehát ez egy teljesen legitim eszköz arra, hogy akár ezen a pályázaton, vagy akár más hasonló tematikai pályázaton digitális eszközökkel is részt vegyünk. Tovább kell gondolni, és egyébként nem is látok más utat. Tehát olyan szinten változik minden. Hát én ugye grafikusként nyomtatott sajtóban is dolgoztam, és egyre inkább visszaszorulóban van a nyomtatott sajtó, és átveszi a helyét egyébként az interneten való megjelenés, interneten való publikálás. Ez csak egy példa, de számtalan más példát tudunk mondani. Ez az egyetlen egy út szerintem. Új módszereket kell kitalálnunk ahhoz, hogy a mai kor gyereke, akik ezekkel a kis kütyükkel, meg akármivel, nagyon jól tudnak dolgozni, és ezzel megtanulják magát a történetet is, és élvezettel csinálják. A zsűri külön díjazta a kisiskolások, az alsó és felső tagozatot váltók, valamint a nagyok munkáit, de külön jutalomban részesültek a digitális technikát használók között legjobb munkát készítők is. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.